Megint elaludt egy csúcs találkozón Joe Biden, a 79 éves amerikai elnök az öbölmenti együttműködési tanácsülésén került kellemetlen helyzetbe. Az amerikai vezetővel nem először történik hasonló. Itt az ideje a siestának. Futótűzként terjed az interneten az amerikai elnök újabb bakija. Joe Biden ugyanis újra elaludt egy csúcs találkozó kellős közepén. A 79 éves elnök az öbölmenti együttműködési tanács csúcs találkozóján szundított egy jót, amelyről felvétel is készült. Nem ez volt az első eset, hogy Joe Bidenen urrá lett a fáradtság. Néhány hónapja az izraeli miniszterelnökkel tartott sajtónyilvános megbeszélésen aludt el nem kevés kínos másodpercet okoz a Naftali Bennettnek. De a demokraták első embere az utóbbi időben többször is furcsán viselkedett. Előfordult, hogy összekeverte egy rendezvényen a feleségét az USA alelnökével. Biden nemrég a kezét nyújtotta egy nem létező illetőnek, miután befejezte a beszédét. Az elnök még egy kis ideig céltalanul téblábolt az emelvényen, mielőtt a testőreihez ment. De egy másik korábbi eseményen is megtörtént ugyanez. Emlékezetes volt, amikor az Air Force One-ra az elnöki külön gépre próbált meg felsietni, azonban többször is térdre esett a gépre felvezető lépcsőn, de a kerékpározással is meggyűlt a baja nemrég az amerikai elnöknek. Joe Biden a család Delaware-i otthona közelében szenvedett kerékpáros balesetet, amikor állóra fékezett és eldőlt. Néhány hete járta be egy fotó a nemzetközi sajtót, ami Joe Biden súgókártyájáról készült. Ezen pontról pontra leírták Joe Biden munkatársai, hogy mit is kell tennie az elnöknek. Azaz belépsz a Roosevelt terembe és köszönsz a jelenlévőknek, leülsz a helyedre, röviden beszélsz, 2 percben, megköszönöd a figyelmet és távozol. End of quote. Repeat the line. De a beszéddel is többször meggyűlt már a baja az amerikai elnöknek. Volt, hogy a súgógép viccelte meg, ugyanis azt is felolvasta, amit nem kellett volna. Vagyis az idézet vége, ismételje meg a sort. És volt, hogy egészen új szavakat alkotott, amiket senki sem értett. Joe Biden a függetlenség napi beszédében azt mondta, az Egyesült Államok egy olyan nemzet, amely egy szóval definiálható. Hogy Joe Biden pontosan milyen szóval is szerette volna az Egyesült Államokat definiálni, nos, az azóta sem derült ki.